It's been 10 years. Az Activision sok titkolózás után végre bemutatta a Call of Duty franchise alkotóinak az Infinity Ward Next Gen konzolokra készített játékát, a Ghosts-ot. A Ghosts-ot az Xbox One-on keretein belül mutatták be. A Call of Duty Ghosts éppen egy nagy világégés közepébe helyezi a játékosokat, szinte posztapokaliptikus módon. Amerika romokban hever, és a mi karakterünk lesz az a bátor katona, aki mindezt megelégelve egy csapat felkelővel kiáll az elnyomás ellen. Érdekesség, hogy mivel a közeljövőben játszódik a sztori, futurisztikus fegyverek vannak benne, azonban ezeket nem mi, hanem az ellenség birtokolja. Sokaknak nem tetszett, hogy a Call of Duty már évek óta nem kapott egy viszonylag friss grafikai motort, és minden játék ugyanúgy nézett ki. Akinek ez problémát jelentett, az megnyugodhat, hiszen a játékba új engine került. A motorban megtalálható a SUBD technológia, ami a játékos mozgása közben növeli a poligonok számát, ami így egy sokkal szebb kodot hoz létre. Jó példa erre a játékos kezében lévő fegyver, ami eddig inkább hatott szögletesnek, mint sem simára csiszoltnak. A játékmenetben is sok lesz a változás, az biztos. Legalábbis erre utal a sokszor mutogatott kutya, aki hűtársunk lesz majd a játékban. Persze valószínűleg a játék valamelyik részén megölik, ami csak fokozza majd a drámai hatást. A Ghost is tartalmazni fog több játékos módot, ahogy a COD szériától már megszokhattuk. Két nagyon fontos újítás a játékban biztos lesz. Az egyik a rombolható környezet, aminek segítségével utakat nyithatunk vagy zárhatunk el, kialakíthatunk magunknak taktikailag jól védhető vagy támadható környezetet, és így tovább. További érdekesség, hogy a játékosok nyugodt öldöklését néha-néha megzavarhatja egy kisebb természeti katasztrófa, mint például egy földrengés. A másik újítás a karaktertestre szabás. Lehet majd állítani a karakter ruháját, színét, kinézetét, stb. A játékról bővebben is olvashattuk az interneten, valamint a következő GameStar-ban.